A Zempléni térség egyik legnagyobb kábeltelevízió, internet és telefonszolgáltatója újra ügyfélpontot nyitott Sátoraljaújhelyen. A miskolci székhelyű cég az egyetlen olyan szolgáltató a térségben, amelynek minden programcsomagjában szerepel a Zemplén televízió. A vállalat a térségben jelentős hálózatfejlesztési munkálatokat is végez, valamennyi régi set-top boxot korszerűbbre cseréli, amellyel számos plusz szolgáltatás is elérhető. Kábeltelevízió szolgáltatás az egy kőkemény piac. Igazából mekkora a verseny a különböző szolgáltatók között? Ugye itt most már megjelentek a műholdas szolgáltatók, a digitális szolgáltatás, az IPTV, és még mindig vannak a földfelszíni sugárzású lehetőségek. Mekkora a harc a különböző cég? Először is azzal kezdeném, hogy a magyarországi piac az nem egy jelentős piac. Tehát a európai viszonylatban ez egy kis piacnak számít. Jelenleg körülbelül 3 millióan vesznek igénybe különböző szolgáltatásokat, legyen az műholdas, kábeles vagy egyéb televíziós szolgáltatás. A piacnak van egy olyan sajátossága, hogy ugye ma már régen túl vagyunk azon a világon, amikor csak televízióról beszélünk. Nem csak televízióról beszélünk, hanem telefonról, internetről, digitális szolgáltatásokról, stb. Ilyen formán elég komoly a verseny, elég összetett a piac. Azt is el lehet mondani, hogy ezen a piacon ma, annak ellenére, hogy kicsi, rengeteg szolgáltató van. Országos szolgáltató viszont nem olyan túl sok. Ugye vannak kisebb kábeltelevíziós szolgáltatások, több százra tehető a száma Magyarországon egyébként ezeknek a szolgáltatóknak, amelyek tömörülnek is egy ilyen szövetségben egyébként. A hármas tagozódást lehet megfigyelni ezen a televíziós piacon. Ugye vannak a nagy cégek, a multicégek, akik 7-800 ezer, akár 1 milliós előfizetői táborra rendelkeznek. Vannak a közepes cégek, amelyek a 15-20-35 és a 80-100 ezerig terjedő előfizetői számot látnak el, és aztán van egy komolyabb szakadék, amikor a kisebb ilyen helyi vállalkozások, akik a 150-200 előfizetőtől a pár ezerig szolgáltatnak. A legkisebbeknek vannak a legnehezebb helyzetben természetesen, hiszen nekik a fejlesztésre sokkal többet kell szánniuk, mint több az, amit rá kell fordítaniuk az adott szolgáltatásuk fejlesztésére. A közepes és a nagy szolgáltatók között van igazából inkább konkurencia harc, hiszen a szolgáltatás minőségében, tartalmában nagyon hasonló. A mi tapasztalatunk az, hogy a lineáris televíziózás az még mindig a szolgáltatások között a legnagyobb számban előfizetnek rá. A digitális szolgáltatások az manapság még ilyen felfutó ágban van. Egyre népszerűbb egyébként. Valószínűleg a minőség és a sokszínű tartalom miatt. Aztán az internet szolgáltatás az, ami követi ezt, hiszen a mi esetünkben például az előfizetőinknek közel 60%-a internet előfizető is, és aztán a telefon szolgáltatás, amelyet 35-40%-ban fizetnek elő nálunk a szolgáltató, vagy az előfizetők. A PR Telekom sem csak itt a térségben szolgáltat, hanem az ország több területén is. Hogyan választja ki egy cég azt, hogy hova települ be? Tehát, hogy hol kezd el piacot építeni, hol kezdi el megkeresni a helyét? Hát ez egy érdekes dolog. Ugye a PR Telekom, bár akkor még nem ezen a néven, de a 90-es évek elején kezdte el. Többek között itt elsőként az Zempléni régióban a hálózatainak a megépítését, Sárospatak, Sátoraljaújhelyen. Ennek az akkori tulajdonos ügyvezető szerintem akár ebbe lehet személyes indítatás, hogy ez 90-es évek elején éppen miért akkor kezdtek el hálózatokat építeni, ez talán inkább az indokolta, hogy a rendszerváltást követően a műholdas szolgáltatások nagyon nagy számban kezdték használni a különböző tányérokon keresztül, és az egyes ilyen lakótelepi központi antennák adtak egy olyan alapot ennek az egésznek, hogy ugye ott volt minden lakásban a vezeték, elhelyeztek egy fejállomást, és akkor elkezdték szépen összekötögetni az épületeket. Ez volt, ahol egy
nem tudom, közös képviselő kezdeményezésére volt, ahol egy ilyen ügyeskező technikában jártas ember elkezdte ezeket a kábeleket összekötözgetni, és akkor egy kicsi apró fejállomással elindult. Aztán utána ez szépen kezdte kinőni magát, és akkor utána a PR Telekomnak a stratégiája az volt, hogy a különböző régiókban lévő nagyobb települések körzeteit elkezdte összekötni optikai hálózattal, és aztán így jutottunk el mi is az országban több mint 200 településre, és szolgáltatunk ma is. Tehát mondhatjuk azt, hogy nem amőbaszerűen folyamatosan egy központból kifelé terjeszkedik, hanem pontszerűen mindig új helyet találva indult el a terjeszkedik. Igen. A mi esetünkben ez így van. Van olyan szolgáltató, ismerek olyat a szakmában, aki inkább egy konkrét megyét vagy kettőt fed le, de az teljes mértékben, ugyanúgy több száz településen szolgáltat, de koncentráltabban. A PR Telekom egy kicsit bátrabb volt, tehát mi mertünk túllépni a határainkon, és így jutottunk el a Jászságba, ott vagyunk a budapesti agglomerációban, ott vagyunk a Tatai térségben, a Balaton északi régiójában, és itt az Emplénben is. Az utóbbi évek egyik legnagyobb változása volt a digitális átállás. Ugye a földfelszínű analóg sugárzás megszűnt, digitálisan sugároznak most már az adók. Ez mennyire változtatta meg a kábelszolgáltatók helyzetét? Változtatott-e valamit? Én azt gondolom, hogy nem, mert ugye ez a hosszú éveken keresztül tartó folyamat volt ez a digitális átállás, és a piac ehhez megpróbált alkalmazkodni. Ugye azok az előfizetők, vagy ügyfelek, nevezük inkább ügyfeleknek, akik a földfelszíni digitális vételhez csatlakoztak, azoknak a jelentős része egyébként korábban sem rendelkezett semmilyen kábeltelevíziós vagy műholdas előfizetéssel. Tehát ők a Magyar Egyet RTL Klub TV2-t nézték, és elégedettek is voltak vele. Nem is akartak fizetni egyébként ezekért a szolgáltatásokért, és ez a réteg, ez gyakorlatilag egy az egyben átment az ingyenes digitális földfelszíni vételre, hiszen ő eddig sem fizetett, ezután sem akar. Ők azok az ügyfelek, vagy a lakosságnak az a része, aki egy nagyon szűk kínálata tökéletesen elégedett. Tehát ilyen szempontból ez nekünk plusz nagyon nem hozott. Természetesen megkerestük ezeket az előfizetőket, hiszen úgy gondoltuk, hogy ha tudunk nekik versenyképes ajánlatot nyújtani, akkor miért ne tennénk. Lettek is ebből új előfizetőink, de nem olyan jelentős számban. Előfizetői vesztést nem tapasztaltunk emiatt. Tehát aki már egyszer elkötelezte magát, az már évekkel ezelőtt elkötelezte magát, és aki megtapasztalta, hogy milyen egy ilyen szolgáltatást igénybe venni, az nem visszafelé megy, hiszen hogyha a telefon, internet szolgáltatás mellette van, amit ugye a digitális földfelszínen nem tudnak nyújtani, akkor nem fog elmenni az előfizető. A digitális átállás valóban megtörtént, de ez elsősorban a földi sugárzásra vonatkozik, tehát akik eddig is szobaantennával vagy tetőantennával nézték a műsorokat. Szerencsére a kábeles szolgáltatásnál ilyen szabályozás nem volt. Ez azt jelenti, hogy mi továbbra is biztosíthatunk analóg tévécsatornákat hagyományos módon az előfizetőknek. Ez azért fontos, mert ugye a jelenlegi gazdasági helyzetben, főleg itt az Emplén térségében, még tudjuk nagyon jól, hogy az ügyfeleknek nincs úgymond arra kerete, hogy a régi hagyományos tévét az új lapos tévé, LCD tévékre lecseréljék. Tehát ezért fontos véleményünk szerint az, hogy a digitális adás mellett még a kábelen ez az analóg adás is megmaradhasson, és így ugye az ügyfelek akár lakáson belül több tévén is tudják jó minőségben nézni ezeket a televíziós csatornákat. Ez nálunk még szerencsére elég bő, akár 60-50 csatornát is a legnagyobb analóg csomaggal elérhetnek az ügyfelek. Na most természetesen a PR Telekom elsőként az országba lassan 10 éve, hogy elindította a digitális kábeltelevízió szolgáltatást az analóg mellett, mint ahogy az előbb is említettem. Ez azt jelenti, hogy ügyfeleink többféle csomag közül választhatnak. Most már jó pár éve van olyan lehetőség is, főleg az idősebb, kevesebbet tévéző korosztályra gondolván, hogy csak digitális szolgáltatást rendelnek tőlünk. Ez pontos árat nem szeretnék mondani, de ez 1000 forint alatti havidíjjal rendelkezik, és hát a közszolgálati kereskedelmi csatornák mellett még egyéb ilyen népszerű tematikus zene, sport, film csatornákat is megtalálhatunk ezekbe az úgynevezett digitális kis csomagokba.
Ezen felül lehetőség van arra is, hogy az analóg szolgáltatást úgymond kiegészítsük digitális szolgáltatásra. Igazából vannak úgynevezett digitális csomagjaink, ez 17-18 csatornával bővíti a meglévő analóg szolgáltatást, és természetesen emellé, amit analógon lát a kedves ügyfél, azt digitális minőségben is megkapja a kiegészítő csatornák mellé. Miért jó ez? Még egy ilyen hagyományos képcsöves tévén is sokkal jobb minőségben érhetik el a digitális csatornákat, mint analógon. Ugye itt nincs szemcsésedés, nincsen csík, zaj. Ha elmegy egy nagyobb teherautó, akkor nyilván nem havazódik be a képernyőn az analóg adás. Mindenképpen emiatt érdemesebb a digitális, még az ilyen régi képcsöves tévékre is. Digitális szolgáltatásnál több egyéb kísérő szolgáltatás is van. Az egyik, amit megemlítenék, azt nagyon szeretik sokan, az az elektronikus program kalauz. Gyakorlatilag távirányítóval a kezünkön, a tévénken az adott tévécsatornának a műsorát akár több napra előre is megtekinthetjük, az adott műsornak részletes információit is láthatjuk. És hát ha belegondolunk, azért egy tévémagazin ára 200-300 forintba van, tehát ha azt vesszük, akkor egy havi TV magazin előfizetésből már egy digitális kiegészítő csomagot tudunk venni. Ezzel ugye az analóg szolgáltatást is bővítettük, megkaptuk jobb minőségbe, és mellé még kiegészítő prémium csatornákat. Itt gondolok a gyerekcsatornáktól egészen a zene, felnőtt dokumentum csatornáit, tehát tényleg nagyon széles a paletta a digitális csomagjainkban. Illetve gondoltunk a nyelvtanulókra is, nekik egy húscsatornás, külön idegen nyelvű csomag összeállítva, ebbe angol, német, orosz, lengyel, spanyol nyelvtől kezdve tényleg a legkeresettebb nyelvek megtalálhatók, akár meseformájában, akár hírformájában, vagy akár általános ugye, kereskedelmi csatorna formájában is. Tehát tényleg nagyon bő a paletta a digitális szolgáltatásunkat illetően. Emellett, ami még nagyon fontos, ha már így kitértünk a nyelvtanulásra, az az, hogy egyre több olyan csatorna van, aki a filmek, sorozatok, műsoroknak a magyar nyelve mellett az eredeti szinkronizálatlan nyelvet is továbbítja. Egy gomnyomással a set-top boxunk vagy televízió készülékünk segítségével át tudunk térni erre a nyelvre. Sőt, ugye biztos halljuk a manapság a médiában is, hogy egyre nagyobb hangsúlyt fenteknek arra, hogy a nagyot hallóknak magyar feliratot raknak. Tehát ez is egy remek nyelvtanulási lehetőség, hogy átállítjuk az eredeti nyelvet, és mellé pedig kirakjuk a magyar feliratot. Ugye angolul halljuk, de magyarul olvassuk közben. Emellett ugye kiegészítő szolgáltatás lehet még az is, hogy azok a set-top boxok, amit most már minden ügyfelünknek adunk, aki előfizet nálunk, vagy meglévő előfizetőként plusz digitális csomagra, vagy új előfizetőként digitális csomagra, ezek a set-top boxok alkalmasak az élőadás megállítására, tehát ha mondjuk becsenget a postás, akkor nem kell lemaradnunk kedvenc műsorukról, egyszerűen megnyomunk egy gombot a távirányítón, az adás megáll, és amikor visszaértünk, akkor újraindíthatjuk, és onnan folytatódott, ahol megállt. Ugyanezek a set-top boxok alkalmasak arra is, hogy az adást visszatekerjük, illetve rögzítsük, mint ugye a régi hagyományos videómagnókkal tettük, de nyilván már ez is digitális formában kiváló minőségben történik. Ez kártyával is megtehető? Ez attól függ, hogy az ügyfélnek milyen eszköze van, amennyiben a televízió készüléke, vagy az ő általa kereskedelemben kapható set-top box alkalmas a úgynevezett PVR, a Personal Video Recorder, tehát személyes videórögzítő funkcióra. Abban az esetben, hogyha csak kártyát, illetve modult igényel tőlünk, minden további nélkül eléri ezt a funkciót, de mi csak ugye a set-top boxainkkal tudjuk garantálni. A csatornák többsége úgynevezett SD, tehát alacsony felbontású tévécsatorna, de emellett, akik már rendelkeznek ilyen modern lapos tévével, nevezzük így egyszerűen, azok úgynevezett HD, tehát magas felbontásra is képesek. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag ráncmentesen, tehát kristálytiszta, éles képet nyújtanak. Természetesen a PR Telekomnál HD csomag előfizetésre is van lehetőség az SD csatornák mellett. Ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy kiváló minőségben, nagy felbontásban érhetőek el a csatornák.
Jelenleg még az a tendencia mutatódik a piacon, hogy ezeket az SD csatornákat lemutálják, és gyakorlatilag az SD és a HD csatornákon ugyanaz a műsor megy, csak nyilván a minőség jobb, de van egy-két olyan csatorna is a kínálatunkban, ami az SD főcsatornától eltérő műsorral, eltérő szerkezettel sugározza műsorát, de szintén kiváló HD minőségben. Ugye a HD az egy még Magyarországon mondhatnám kicsit luxusnak számít, ugye főleg a szegényebb régiókban még nem nagyon elterjedtek ezek a lapos tévék. Nem annyira kiemelkedően magas áron 1-2000 forintért hozzá lehet jutni egy HD csatornákat tartalmazó programcsomaghoz a PR Telekomnál. Leragadtunk a televíziónál, de a kábelen ugye érkezik másfajta jel is. Így van, ugye ez az úgynevezett triple play szolgáltatás, 3-at 1-től. Ez azt jelenti, hogy a analóg és digitális kábel TV mellett nyújtunk internet, illetve telefonszolgáltatást is. Hálózatunknak köszönhetően akár már 60 megabit per szekundumos internetcsomagot is tudunk nyújtani, ami ugye azt jelenti, hogy eléggé gyors letöltési sebességgel rendelkezünk. Egy másfél órás mozifilm, akár fél óra, vagy még annál rövidebb idő alatt is letölthető internet csomagjainkkal, illetve telefonszolgáltatásról is beszéltünk. Na most ugye az ilyen kábeles telefonszolgáltatásnak az a legnagyobb előnye, hogy hálózaton belül díjmentes 0 forintos percdíjat tesz lehetővé. Tehát az azt jelenti, hogyha mondjuk a PR Telekom előfizetője egy másik PR Telekomos telefonszámot hív, akkor nem csak 60 percig, de akár 120 percig, sőt, akár az egész éjszakát átbeszélhetik 0 forintos percdíjjal, illetve a egyéb irányba percdíjaink is jóval kedvezőbbek, mint például a hagyományos telefonszolgáltatások. Itt beszélhetünk akár a vezetékes, vagy ugye manapság már egyre elterjedtebb csúcsidőn kívül például a mobil percdíjaink azok nagyon kedvezőbbek. Még némelyik feltöltőkártyás mobil szolgáltatásoknál is olcsóbban lehet vezetékesről a mobilt hívni csúcsidőn kívüli időszakban, ugye hétvégén, illetve hétköznap este 6 után reggel 7-ig. Folyamatosan bővül a csatorna kínálat. Hogyan tudja felmérni azt egy kábelszolgáltató, hogy mire van igazából igény? Tehát milyen eszközökhöz tud nyúlni annak a felmérésére, hogy egyes csomagjait hogy állítsa össze? Vannak erre vonatkozóan mérések, és milyen jellegű közélemi kutatások történnek? Vannak mérések, természetesen mi is figyeljük a Magyarországon elérhető televíziós csatornáknak a nézettségét, a népszerűségét, de egy picit megfordítanám a dolgot. Az, ami ma Magyarországon ezen a piacon jelenleg elérhető, az egy akkora kínálat, amelyet gyakorlatilag már nagyon nehéz kezelni. Tehát több mint 150 csatornáról beszélünk csak a mi esetünkben, de nyilván van, ahol még ettől is több van. Az, hogy ez hogyan és miképpen kerül be programcsomagba, az ma már ugye ez nehéz definiálni, hiszen amikor mi elkezdtük a szolgáltatást, akkor volt, ha jól emlékszem, 8-10 magyar nyelvű televíziós csatorna, meg néhány külföldi műholdas, amivel elindultunk. Akkor még egy alap, meg egy bővített csomag tökéletesen elegendő volt az előfizetők számára. De aztán ugye a műsorterjesztők nem álltak meg, hozták az újabbnál újabb műsorokat, és természetesen kerestek bennünket, hogy hogyan kerülhetnének be a szolgáltatási csomagjainkba. Aztán elérte azt a kritikus tömeget már az analóg szolgáltatásnak a tartalma, hogy nem lehetett tovább bővíteni, hiszen a frekvenciatartomány véges. Ez most egyébként egy komoly probléma, hiszen az internet sávszélességhez helyet kell biztosítani, ezért most már abba az irányba kell elmennünk, hogy hogyan tudunk analógból kivenni tévécsatornákat, és ennek az egyik megoldása az, hogy a digitális irányba visszük el a szolgáltatásainkat. Ott viszont aztán a lehetőségek majdnem azt mondom, hogy korlátlanok. Mi 10 évvel ezelőtt, 2005-ben indítottuk el a digitális szolgáltatást, gyakorlatilag szinte elsőként Magyarországon, és azóta is folyamatosan ezeket a digitális kiegészítő csomagjainkat kínáljuk. Akkor még csak egy volt, ma már három van, plusz különböző fizetős filmcsatornák, stb. Tehát a kínálat nagyon széles. De visszatérve arra, hogy hogyan, miképpen döntjük ezt el, ugye a Magyarországon vannak olyan cégek, társaságok, akik ilyen kutatással foglalkoznak. Mi sokszor a nézennek az adatait szoktuk
alapul venni, hiszen ők összeállítanak egy olyan toplistát, amely gyakorlatilag a Magyarország első 50 csatornáját rangsorolja, és ugye ezek az információk elég beszédesek. Ezt is figyelembe vesszük, csináltunk saját kutatásokat, tehát több éven keresztül az adott évet követő csatorna kiosztás változás, tehát ami mindig olyan január-február környékén szokott bekövetkezni, azt megelőzően azért elég sok olyan felmérést végeztünk telefonos és szóbeli megkereséssel, egy mintavétel alapján természetesen, hiszen mind a 80 ezer előfizetőnket, illetve akkor még többet nem tudtuk volna megkérdezni egyenként, és akkor ez is egy olyan információ, amit fel tudunk használni. Mi a tapasztalata, az adás minőség az mennyire meghatározó? És mondjuk egy cég mit tud tenni annak érdekében, hogy javítsa az adásnak a minőségét? A PR Telekom konkrétan mit tesz annak érdekében, hogy minél jobb minőségű televízióadást szolgáltasson? Hát ez egyrészt a hálózati struktúra, ami nagyon fontos, hogy megbízható, zajmentes és jól kiépített legyen. A másik, ugye, ami nagyon fontos tényező, hogy ez a fejállomás. Hogyha nem megfelelőek azok a berendezések, eszközök, akkor nyilván ott is bekövetkezhet egy minőségromlás. És hát ugye a szolgáltatott technológiánk, ahogy eljutunk az előfizetőhöz. Ugye az analóg, az egy kevésbé, ma már kevésbé jó, de hát ugye ott kezdtük el. És a digitális műsorterjesztés az, ami lényegesen nagyobb lehetőséget biztosít, mind tartalmában, mind minőségében az előfizetőnek. Abban a szerencsés helyzetben van a cégünk, tehát a PR Telekom, hogy több mint 10 évvel ezelőtt a teljes megyét lefette a hálózatával. Tehát a kábel mindenhova elér. Persze mindenhol van 1-1% olyan terület, ami nehezen elérhető városon kívüli. Ezeknek a helyzetét most vizsgáljuk, hogy hogyan tudjuk a hálózatot csatlakoztatni. Amit jelentősen csinálunk, és az elmúlt éveket és a következő éveket is ezt fogja kitenni, hogy ezen a hálózaton átküldött szolgáltatásoknak a színvonala, minősége, internetsebessége, tehát egyre több és egyre szaporább adatforgalmat kíván. A hálózatainkat fejlesztjük, adott átvételi sávokat fejlesztünk, bevezettük a digitális szolgáltatásokat, hiszen ezt már mindenki tudja, használják is az előfizetőink. Ezeknek az előfizetői set-top boxját cseréljük most le egy korszerűbb digitális rendszerre, és korszerűbb, nagyobb sebességű, nagyon sok mindenre alkalmas boxokat telepítünk az ügyfélnél. Ez költségbe senkinek nem kerül, tehát addig digitális előfizetőnk volt, ingyenesen kapja ezt a boxot, ingyenesen cseréljük, és ingyenesen javítjuk meg a hálózatnak azokat a részeit, ami ahhoz kell, hogy ez jól működjön. A box sokkal több mindent tud, mint a régi. Hát eleve az a szlogen, amit ugye megállítom, visszapörgetem, visszajátszom, ez a szerkezet azonnal automatikusan tudja. Tehát bárki bármikor, ha ki akar menni a konyhába, beledug egy pendrive-ot előtte természetesen, benyomja a gombot, akkor megáll a felvétel, utána visszapörgetem, előre játszom. Nagyon gyors a menürendszere, a Motorola-nál jelentősen gyorsabb, ami a használat során nagyon-nagyon fontos dolog, hogy egy gombnyomás után ne 10 másodperc teljék el, hanem gyorsan megjelenjen a kép. Ezen kívül a boxnak van egy internet hozzáférési felülete. Ezen az interneten keresztül különböző időjárás jelentésekhez, egyéb szolgáltatásokhoz hozzájuthat, mondjuk a YouTube-ot nézheti rajta. Ezeket a fejlesztéseket folyamatosan csináljuk, Sárospatak térségében elkészültünk vele, és a következő lépés hátolja a UH-t. Tehát itt is megkeresünk minden egyes előfizetőt, lecseréljük ingyenesen a boxot egy korszerű berendezésre. Az, hogy ez milyen zavarással jár az előfizetőnél egy-egy hálózatbővítés, a kollégáink minden hónapban 2 napot éjszaka dolgoznak. Ez egy hírközési felügyeleti, vagy nem, igen, egy hatósági hozzájárulással történet. Az első és a harmadik kedden minden hónapban éjfélkor kapcsoljuk le a rendszerünket, és reggel 5 órakor kapcsolunk vissza. Tehát az előfizető elméletileg ilyenkor alszik, pihen. Nem hiszem, hogy bárkit jelentősen zavarna ez a fajta történet, amit a fejlesztéssel kötünk át. Ilyenkor optikákat építünk, hegesztünk, kábeleket húzunk. Nem nagyon tapasztalják az előfizetők, hogy baj van vele. Ez a mi szerencsénkre. Tehát ezeket a fejlesztéseket végezzük. A következő lépésünk az egy nagyon komoly internet support fejlesztés lesz a Sárospataki fejállomáson. Egy nagyon nagy teljesítményű CMTS helyezünk üzembe, ami megnyitja azt a lehetőséget, hogy egy komoly sebességnövelést végezzünk a hálózatunkon, és a biztonságot is javítjuk ezzel. A technika nagyon nagy mértékben fejlődik. Tehát most már a kereskedelemben csak olyan televíziót lehet kapni, aminek kártyaolvasója van, és ezzel kompatibilis a mi rendszerünk. Tehát, hogyha valaki nem boxon kívánja nézni a szolgáltatást, hanem ilyen televíziója van, akkor igényelhet tőlünk kártyát, kártyaolvasót, ez beledugva a televízióba egy távirányítóval ugyanazokhoz a szolgáltatásokhoz hozzá tud jutni.
elméletileg egy berendezéssel kevesebb van a lakásban, ez mindannyiunknak jó, egyszerűbb a rendszernek a működtetése. Ami viszont fontos, és talán ott majd szóba is kerül a bekötéseknél, hogy az előfizetőt, hogyha rácsatlakoztatjuk a hálózatra és egy új szolgáltatást bevezetünk, mit kell tennünk azért, hogy ez működjön. Nagyon fontos, hogy ez a belső hálózat milyen berendezésekből, alkatrészekből épül fel, milyen kábelezéssel. Sok előfizető több vételi helyet épített ki a lakásában, nem biztos, hogy olyan osztókat használt, ami alkalmas arra, hogy a digitális szolgáltatás megnyugtató módon átvigye. Amikor mi egy ilyen lakásba bejutunk, hibát jelent az ügyfél, ezt mi megjavítjuk, átépítjük, ha boxot cserélünk, új osztókat teszünk fel, és ez kérés is mindenki számára. Gyakorlat az, hogyha mondjuk egy új tévét vásárol valaki, a régit átviszi a kisebbik szobába, elosztja a kábelt, és esetleg hibát jelent, hogy nem megfelelő a szolgáltatás, az a kérésünk, hogy ezt ne önmaga tegye. Jelentse be nálunk, kollégáink szívesen kimennek, ennek van egy nagyon egyszerű 2500 forintos díja, amiért mi szabványosítjuk az ő belső hálózatát, és mindenfajta további vitát elkerülünk, és egy jó szolgáltatást tudunk nyújtani. Ennek van többletköltség egyébként a továbbiaknál, ez, hogy két televízión használja a szolgáltatást? Nincs. Egy ingatlanon belül az előfizető annyi helyen nézheti a televíziót egy előfizetési díjért, amennyire a hálózat szabályosan ki van építve. Bizonyos előfizető szám fölött erősítő, tehát házerősítő beszerelése szükséges, mondjuk egy 4-5 televízió után már ez fontos, de ezt is megtesszük. Tehát az a lényeg, hogy szép jelet kapjon az előfizető, és maradjon nálunk sokáig. Amit mi vittünk, és mi szerelünk be, osztók, kábelek, set-top boxok, minden olyan eszköz, modemek, ennek örökös a garanciája az előfizető szempontjából. Tehát ez hiba esetén mi automatikusan cseréljük. Egyedül egy esetben van olyan, ami az előfizetőnek esetleg később évek múlva költséget jelenthet, hogy a saját kártyaolvasót kér. Tehát, hogyha olyan televíziót használ, aminek ugye kártyaolvasója van, ezt megvásárolja tőlünk, természetesen az ő tulajdonává válik. Ennek a cseréje kerül újabb költségbe, ha szükséges, de ennek nagyon-nagyon kicsi a meghibásodó százaléka. Minden mást mi garanciában intézünk. A szolgáltatás biztonsága mennyivel, hát fogalmazunk így, erősebb egy kábelszolgáltató esetén, mint mondjuk egy műholdas szolgáltatónál? Tehát például arra gondolok én, hogy van olyan műholdas szolgáltató, ahol egy komolyabb felhősödés esetén ugye időnként eltűnik a jel. Ez előfordulhat egy kábeles szolgáltatás? Sajnos a fizika ilyen. Tehát a műhold és a vevőantenna között, hogy éppen mi tartózkodik, tehát mondjuk egy nincsen felhősüt a nap, akkor sokkal több jel érkezik az antennára. Hogyha egy rossz elsős idő van, ami eléggé gyakori manapság, akkor sajnos nagy mértékben csökkenti a beérkező jelet. A mi fejállomásainkon 1,80 méteres antennák vannak, nagyon nagy tartalékkal rendelkeznek. Tehát elméletileg sokkal nagyobb felhőrétegen keresztül mi még látjuk a műholdat, tudjuk biztosítani az adást. Természetesen extrém körülmények között, amikor annyira viharos, jégesős időszak van, itt is vannak eseti adáskiesések. Egy egyedi antennánál ugye 60 centiről beszélünk, 60-65 centi, 45 centi ki miért szerel föl, ez nagyon hamar bekövetkezik. Ebből adódik ez a két rendszerbéli differencia. Igyekszünk egy nagyobb antennákat telepíteni, hogy mi ezzel is fel tudjuk venni a versenyt. Milyen akciókkal lehet élni, és milyen akciókkal él mondjuk a cég az ügyfelek megszerzése érdekében, mondjuk hűségjutás a meglévő ügyfelek megtartásáért mit lehet? Igen, ez több összetevős. Nyilván, mint mindenki, a bizonyos időszakokban előjövünk egy-egy új csomagajánlati struktúrával. Ezeket az ajánlatokat legtöbbször a piaci helyzeteket elemezve állítjuk össze, és igyekszünk alkalmazkodni a piaci kínálathoz. Az új előfizetőinknek és a régi előfizetőinknek is mindig adunk ajánlatot. Nyilván nehezebb a meglévő előfizetőnek, főleg, hogyha már sok szolgáltatással rendelkezik, akkor neki pluszt adni az már egy kihívás. A meglévő előfizetőink hűségét jutalmazva szeretnénk az évvégén minden előfizetőhöz eljutatni egy olyan kis hűségkártyát, nevezzük így, amely gyakorlatilag egy kedvezménykártya, amelyet felhasználva bizonyos helyeken szolgáltatások vásárlás alkalmával kedvezményt tudnak érvényesíteni. Ezzel is szeretnék megköszönni azt, hogy hosszú idő óta mellettünk vannak és kitartanak mellettünk. Itt Sátoraljaújhelyen korábban a belvárosban volt már egy ügyfélpontja a PR Telekomnak, ez megszűnt, most újra létesítettek egyet. Miért? És miért került ide ez a hely, ahol most jelenleg van, mik a távlati tervek? Igen, évekkel ezelőtt, hát ugye mindenki tudja, hogy a gazdasági helyzet az sok céget negatív módon érintett.
tulajdonképpen ennek is egyik sajnálatos, de kényszerű lépése volt az, hogy akkor meg kellett szüntetnünk a Sátorújhely központjában lévő irodánkat, de akkor is annak tudatában tettük ezt, hogy előbb-utóbb vissza fogunk térni. Ennek első lépése ez az iroda, ahol most állunk. Ez gyakorlatilag most még egy átmeneti állapot, csak szeretünk volna minél hamarabb visszakerülni Sátorújhelyre, de folyamatban van az, hogy a város központjában frekventált helyen nyissunk egy új irodát. Ez vélhetően még az éven, de legkésőbb a jövő év első negyedévében meg fog történni. Adminisztrációs, illetve ügyfélszolgálati ügyintézése minden szerdán 10 órától 18 óráig van lehetőség ebben az ügyfélpontban. Ez azt jelenti, hogy ilyenkor bármilyen ügyben megkereshetnek minket itt a Kazinczy utca 134 szám alatt. Egyéb ügyben pedig a PR Telekomnak az üzletkötő partnere, Borsodi Zsolt kollégám várja a kedves ügyfeleket. Ő új szerződéskötéssel, illetve meglévő szerződés módosításával vagy kibővítésével tud segítségre lenni. Őt akár telefonos egyeztetés útján is elérhetik, és akár hétvégén is tudja itt fogadni a kedves ügyfelet, aki ilyen irányú igénnyel keresi meg őt. Ugye mivel nem csak Sátorújhelyen szolgáltatunk, mint nagyobb településen, hanem Sárospatakon is, ahol az ügyfélszolgálati irodánk ma már túlnőtte magát, és úgy gondoljuk, hogy ezt is áthelyezzük egy belvároshoz közeli, vagy akár belvárosi ingatlanba, ennek is a kialakítása most van folyamatban. Tehát vélhetően az év végére már Sárospatakon is a városközponthoz közelebb fognak bennünket megtalálni.